Bizakodva lépett ki londoni hivatalából szerda délután a May brit kormányfő. Az előjelek is azt mutatták, hogy elbukik a munkáspárt által kezdeményezett indítvány a kormány leváltására. A parlamentben May megígérte, hogy megbeszéléseket kezd a parlamenti vezetőkkel. Készen állok az alsóház bármely tagjával együttműködni, hogy végül vigyük a Brexitet mondta a brit miniszterelnök. Jeremy Corbyn, a munkáspárt vezetője azt követelte, hogy a megbeszélések előtt a kormány zárja ki a rendezetlen kilépés lehetőségét is. A szerdő esti szavazáson a képviselők bizalmat szavaztak Theresa May kormányának. 325-en mellette, 306-an ellene voksoltak. Az ellenzéki pártok által támogatott bizalmatlansági indítványt azután nyújtotta be kedd este a munkáspárt, hogy az alsóház óriási többséggel szavazott mély Brexit megállapodása ellen. Brit kormányt ekkora kudarc még nem ért az alsóházban. 432-en ellene voltak, és csak 202-en szavaztak mellette. Az alapvető nézeteltérés arról szól, hogy a megegyezés tervezetben az ír északír határ nyitva tartása miatt van egy olyan opció, ami alapján az Egyesült Királyság határozatlan időre az Európai Vámunión tagja kell, hogy maradjon. Az ellenzék másik részének pedig magával a kilépéssel van gondja, ők azt szeretnék, hogy az Egyesült Királyság ne is lépjen ki az EU-ból. Vagy ha igen, akkor sokkal szorosabb kapcsolatban maradjon vele, mint amelyet Theresa May megállapodása tartalmaz. Ha nem lesz megállapodás az EU-val, akkor alapesetben a britek március 29-én rendezetlen formában távoznak az Unióból. Ennek beláthatatlan kereskedelmi, pénzügyi és politikai következményei is lehetnek.